szeretnél menő és olcsó játékokat, akkor mindenféleképpen látogass el a g2e.com-ra, a link a leírás. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT-dan és termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúj megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelsőjába kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges PGT-es Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Na, jó mindenki, sziasztok, sáckéntre vagyok, és most ebben a videóban nem más lesz, mint el fogunk menni vásárolni a Minecraftban. Nyílt nemrégiben egy új kisbolt, szóval igazából arra gondoltam, hogy miért ne nézzük meg. Ami igazából azért nagyon nem kicsi. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy kisbolt, azért nagyon nem kicsi. Na, de mindegy, nézzük is meg, hogy vajon milyen cuccokat fognak itt árulni, és tudunk-e valami normális dolgot vajon venni. Jó napot, hello, szeva, hello, szia. Jó napot, jöttem vásárolni. Igazából nem tudom, hogy miket tudunk itt venni, hát mondjuk itt nincsen túl sok dolog. Mondjuk nézzünk el ebbe az irányba, itt van clay, meg mit tudom én. Oké, hát... Mit tudnék itt egyáltalán venni? Eléggé... Hát... Mit tudom én, vegyük akkor már meg igazából szerintem ezt a könyvet, ez mondjuk még jól jöhet. Vegyünk egy TNT-t, miért ne? Azt igazából ennyi. Jó van, ezt a könyvet meg ezt a TNT-t szeretném igazából, aztán így ennyi lenne akkor a nagy választási lehetőségek közül meg ilyenek. Szóval, ja, igen, mennyi lesz? 3 arany? 3 arany, igen, jó. Akkor itt is van a 3 arany, parancsoljon 1, 2, 3, plusz 215 légzés, 605 arany. Mi van? Mi? Mondja ki még egyszer? Ezt nem teljesen értettem. Mi az, hogy 215 vagy mennyi? Illetve 60 arany a lépésekért. Mi van? Ezt most mire? Mi? Nem értem. Tehát, mi van? Mi az, hogy lépésekre meg lélegzetre? Ezt így nem vágom, hogy most mi van. A hülye kérdések 10 arany plusz áfa. Te hallod? Te most így mi? Tehát ez most így mi volt? Vagy... Ez csak így én nem értem, srácok? Szóval egybe kb. 700 arany. Mi? Az, hogy itt voltam? Te normális vagy? Vagy mi? Ezzel próbáld átverni az embereket? Most ez komoly? Ugye várod, hogy ezt én nem fogom kifizetni, tehát hogy ezt így felejtsd el, szerintem, hogy én ezt így bármikor is kifizetem. Készpénz vagy kártya? Hát tudod, semmi. Hagyjál békén. Biztos, hogy nem fog neked ebből fizetni semmit, mert te át akarsz engem verni. Az biztos, hogy nem fogsz itt semmit se kapni, jó? Én, igen, kifizettem szépen a cuccokat. Hol vannak a cuccok? Hol vannak az utcok, amiket vettem? Hallod, ezek eltűntek? Ne szavastok már, ezek eltűntek. Te kivetted tőlem, vagy mi? Ide adtad. Tényleg odaadtam? Lol, mennyire béna vagyok már. Akkor szépen add vissza, jó? Add vissza szépen az utcok, mert amiket vásároltam, vagy kívom a rendőröket rá, csak szólok. 697 aranyjal lóksz. Aha, nagyon helyted. Na, szia! Hello, cső! Úristen, de nagyon undorító ez a boltos. Na jó van, ide nem fogunk visszamenni, vagy menjünk vissza? Szivassuk meg, srácok! Tudjátok mit? Oké, álljunk bosszút! Ez a gonosz boltos így szivatja meg az ártatlan falusiakat, meg mindenkit. Szóval, ja, én azt mondom, hogy kicsikét álljunk rajta bosszút, hogy valami, és már van is egy ötletem. Istenem, tetszeni fog nektek, mindjárt meglátjátok. Jó van, srácok, itt vagyunk, ahogy látom, még nem zártak be. Már nagyon kezdes lenni, aha. Jól van, aha, elmegy. Jól van, oké, kezd beválni a terv, nagyon jó. Felvettem direkt egy ilyen áruhát, hogy azért nem nagyon ismernek fel, hogyha esetleg le is buknék. Jól van, na, szóval a tervünk az, hogy bemegyünk, mi van ide írva? Zárva, hogy jussunk be? Vagy nem tudom, ez a lábtörlő mondjuk idáig... Jól van, igen, szokásos dolog, persze, hogy a lábtörlő alatt hagyják a kulcsot. Ki gondolta volna, vajon hol máshol is hagynak a kulcsokat? Ja, Istenem, jól van. Na, szóval a tervem az, hogy szépen elviszük az összes cuccot. Minden cuccot el fogunk innen vinni, és bizony bele fogjuk írni a kiadásainak az ilyen listájába, vagy nem tudom, hogy el lett adva minden, és ilyen emlékeztetőnek úgymond, hogy rendeljen új cuccokat. És bizony, majd meglátjátok szerintem, hogy mi fog történni. Jó, inkább nem lövöm le a poént, de meglátjátok, hogy majd milyen király dolgok fognak történni. Szóval, emlékeztető, rendelj új termékeket,
Mert kifogyott. Jól van, oké, okay, ez az jó. Lerakjuk szépen ide a chestjébe mondjuk. Ó, oké, okay, ezeket is kivésztük akkor szépen. Jól van, oké, okay, szépen mindent elviszünk. Mindent elviszünk, amit csak tudunk. Oké, okay, ezeket is szépen elviszük. És rendelni fog új termékeket. De bizony, aki ki fogja azokat a termékeket szállítani, az bizony, hát igen, az nem egy random ember lesz, hanem majd én, de majd meg fogjátok szépen látni. Ezt szépen rakjuk is vissza. Menjünk el aludni, és holnap reggel találkozunk. És akkor már, hát igen, látni fogjátok, hogy miről van szó. Na szóval srácok, akkor jó ét, és reggel találkozunk meg ilyenek. Srácok, meg is jöttünk, oké, okay, már reggel van amúgy, és már itt is vagyok, ám egy kamionnal. Szóval az a lényeg, hogy ugye be fogjuk adni az éttermesnek, ugye, hogy rendelni kell, így is van. Igen, és bizony a rendelések már meg is jöttek, de nem akármilyen rendelések lesznek, Istenem. Jaj, de igen, nem akármilyen rendelések lesznek, hanem amiket elloptunk tőle, sőt, ráadásul mi is olyan gonoszok leszünk vele, amilyen ő volt velünk. Majd meglátjátok, na, igazából várom, hogy nem tudom, felhívjon vagy valami. Ring, ring, oké, csörög a telefonom, jól van, oké, nagyon király. Halló, halló, tessék, igen, express fuvarszállítás, vagyis termékszállítás, kéne termék. Rendben, milyen termékekre lenne szüksége? A szokásos termékekre, amiket mindig szokott rendelni, gondolom, ugye? Persze, oké, rendben van, már itt is van a kamionunk amúgy önnél. Itt van már, már ön előtt parkol. Már gondolta, hogy kelleni fog. Köszi, nincs mit, hello! Ja, Istenem. Jól van, oké, nagyon-nagyon közel állunk ahhoz, hogy át tudjuk verni. Na nézzük, hogy mikor fog vajon jönni. Várjátok, melyek oda szépen kopulni szerintem. Halló, jó napot, meghoztam a termékeket. Vov, ezek elég figyelmesek, így van. Jó napot, meghoztuk a termékeket. Jöjjön kérem, itt vannak, cső, hello. Jó napot, itt vannak a termékei. Na szóval, ugye maga rendelte ezt, ugye? Ugye ezeket maga rendelte, gondolom, ugye? Ezek akkor ennyi mint, meg ilyenek, és semmi más, egészen pontosan rendben. Nagyszerű, szóval akkor kérnék mondjuk 30 aranyat az egészért. 30, így van, igen, 30 aranyat kérnék szépen. 28 nem lehetne? Nem lehet, 30 aranyat kérnénk ezért a termékekért. Kérem, most fizessen azonnal. Nagyon jó, oké, na szóval, ez így akkor ugye 30 arany, és akkor kérnék szépen még 450 aranyat azért, mert ugye ki kellett jönnöm, tehát benzinpénz, meg ilyenek. 650 aranyat azért, mert önnel nagyon sokáig kell beszélgetnem. Meg mondjuk 999 aranyat azért, mert el kell viselnem, hogy maga ennyire egy nagyon gonosz ember. Szóval, ja, maga beteg. Milyen beteg? Na szépen jöjjön, innen fizetni fog. Csak szólok, hogy fizetni fog. Istenem, úgyhogy nem esik le. Na mi van? Na haló, fizetni fog, csak szólok, 2 napja van rá. 2 napja van rá, nincsen több, csak szólok, húzz el innen, nem, na figyelj ide, na ki vagyok, na mesélj, ha? Istenem, micsoda, na igen, szóval kérem, akkor fizessen is minél gyorsabban, megint te, igen, én vagyok, csak szólok, igen, én vagyok, szóval, mit gyémánt kardoskodsz, na, azt tudod mikor, na szépen gyere, ezt megbánod, jaj, nem már, de még ő kerget engem, ez milyen már? Ahaj, nem már, de komolyan még ő kerget engem, ez mennyire izé már? Na jó, oké, fussunk el valami, nem tudom, rendőröz, hogy valaki, ez hol van? Ott egy rendőr, átvertél, aha, én vertlek át, te vertél át engem elsőnek. Jó napot, rendőr úr, jó napot, hello, itt egy izé, gonosz ember, látja? Látja, itt egy gonosz ember, gyémát kardal üldözött engem, meg ilyenek, meg át akart engem verni, szia, hello, na, beszélgess szépen a rendőr úrral. Beszélgessen szépen a rendőr úrral, na mit csináltál, mi folyik itt, gyémát kardal támadott engem, meg ilyenek, csak szólok, szóval, ja. És van rá bizonyítékom, mert felvettem videóra, ha, csak szólok, adja le az ősön, kérem, rendben van, addig kérem, tartsa már itt ezt a gyanúsítottat, meg ilyenek, és ne kelljen elmennie, meg ilyenek, köszönöm szépen, menjen szépen befele. Gyerünk befele a rendőrhöz, gyerünk, nincs megállása, úgyis van, nagyon jó. Srácok, ez az, meg tudtuk szivatni a boltost, nagyon gonosz volt, szóval igazából megérdemelte. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjátok egy lájkot, és ha ti is megszivattátok volna a boltost a helyen, akkor azt ugye írjátok le a kommentbe. Szóval, ja, köszönjük, hogy jutottatok, dobjátok egy lájkot, meg ilyenek, és a következő videón kezdődik a Dani Minecraft vagy Dani Kanada nevű csatornámon, ott találkozunk, meg ilyenek. Szóval, ja, köszönjük, hogy jutottatok még egyszer, én Dani voltam, sziasztok!